Köszöntöm Önöket, ez a Paletta magazin adása november 5-én, kedden itt a Fehérvár televízióban. Közösen kulturális értékeinkért, különleges ásatás, terep, munkafémkeresős önkéntesekkel, Csákberény Oront pusztán, aztán karácsonyi koncert Szekeres Adriennel és a fehérvári Kodály Zoltán általános iskola és gimnázium diákjaival, kórusával, valamint Requiem az emlékezés napján a Szent Sebestyén templomban. Ezekkel a témákkal jelentkezik mai adásunk. Ne menjenek sehova, már is kezdünk. Néhány méterre a Csákberény Oront pusztai avarkori temető feltárásától, nem is olyan messze tehát a területtől, önkéntes fémkeresősök bevonásával terepmunkát, kutatómunkát végeztek a Szent István Király Múzeum szakemberei, és hogy milyen eredményre jutottak, arról fogunk beszélgetni itt a Paletta magazinban. Sok szeretettel köszöntöm Szücsi Frigyes régészt, a Szent István Király Múzeum régészét. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket. Ugye itt a Paletta magazinban már volt szó annak idején magának a temető feltárásának is a munkálatairól, és már akkor beszéltünk arról, hogy ugye egy temetőhöz település is tartozhatott, és hogyha jól emlékszem, akkor ez volt gyakorlatilag a terepmunkának a cél, hogy ezt a települést megtaláljátok. Ez volt az elsődleges célja, több célja is volt ennek a terepmunkának, én ezt helyeztem legelőre, van némi elfogultság is, hiszen én avarkorral foglalkozom, és nyilván minden korszak borzolja a szakember kedélyeit, minden korszak után érdeklődik, de nekem speciál az avarkora talán azt lehet mondani a legkedvesebb. És az avarkori faluhelynek ott kell lennie valahol a temető 500 méteres, maximum 1 kilométeres körzetében. Ennek értelemszerűen egy természetes vízfolyás partján kell lennie, és ezért a természetes eredetű, közeli természetes eredetű vízfolyások partjára fűztük fel ezt a kutatómunkát. Biztos eredményünk még nincs, vannak olyan szorványos, gyakorlatilag csak cseréptöredékekre bukkantunk, ami avarkorra utalhat, de ez önmagában nem elegendő a faluhely lokalizálásához. Az azonban egész bizonyos, hogy egy ekkora közel 1100 síros temetőnek azért egy kiterjedt faluhellyel kellett rendelkeznie. Ugye azt is említetted, hogy több célja is volt ennek a terepmunkának. Igen, van egy úgynevezett közhiteles lelőhely nyilvántartás, ez az, amiből az egész országban dolgoznak a régészek. Ebben a közhiteles lelőhely nyilvántartásban jelölik térképen is a lelőhelyeknek a kiterjedését, illetve ebben szerepel a lelőhelyeknek a korszaka és a jellege. És a területen több bizonytalan adatokkal szereplő lelőhelyet ismertünk, egészen pontosan 3-at. Ebből 2-nél sikerült azonosítani, hogy római kori lelőhelyekről van szó. A harmadiknál még vannak bizonytalanságok. Azt tudni kell, hogy a területnek egy jelentős részén talán egy évtizeddel, másfél évtizeddel ezelőtt komoly földmunkák voltak, tehát nem egyszerű a dolgunk, mert megbolygatták a területet. Volt még egy cél, és talán ez még kicsit fontosabb vagy érdekesebb is, inkább így fogalmaznék, mint amit az előbbiekben felvezettem. Egy római kori, talán villa, nagy valószínűséggel villagazdaságról van szó. Római kori épületnyomokat azonosítottunk műhold felvételen, és ezért is szálltunk ki a helyszínre, hogy a terepen vizsgáljuk ezt meg egy klasszikus terepbejárással, illetve fémkeresős kutatással ötvözve. Fémkeresős kutatásról jön, vagy jut rögtön az eszembe, hogy ugye azért korábban, a korábbi évtizedekben mondhatjuk azt, hogy hát az amatőr kincsvadászok, a fémkeresősök azért sok-sok kárt okoztak a régészet vonatkozásában is. Ugye ez most legálisan folyt, ez mit jelent?
Igen, Dunántúlon egész országban kiemelt probléma, sőt azt lehet mondani, egész Európában az illegális fémkeresős tevékenység. Magyarországon Dunántúl egy potenciálisan veszélyeztetett hely, sőt mára már azt kell mondanom, hogy az elmúlt 2-3 évtized eseményeit figyelembe véve gyakorlatilag már egy lerabolt területnek számít sajnos, de ez nem azt jelenti, hogy még ne rejlene rengeteg számunkra értékes információ a föld alatt. A mi célunk az, hogy azokat az embereket, akik nem csak hogy érdeklődnek a múltunk iránt, hanem adott esetben fémkereső műszerrel rendelkeznek, és szeretnék a fémkeresőzés területén összegyűjtött tudásukat hasznos célra alkalmazni. Legális mederben, szakmai kontrollal lehetőségük van részt venni a múzeumunk kutatásaiban. Ez egyébként egy egész országos jelenség. Talán az egyik legismertebb Pest megyei példa alapján közösségi régészetnek is szokták nevezni. Én azt gondolom, hogy egy lehetőség egyrészt a múzeumoknak, és másrészt pedig egyfajta kötelesség is, hogy foglalkozzunk ezekkel az emberekkel, és hogy a régészeti örökségvédelembe ezeket a rendkívül hasznos energiákat becsatornázzuk. És akkor egyfajta ilyen közös akció ez az értékek, vagy a kulturális örökség megmentésére, tehát fogalmazhatunk így is. Én mindenképpen ezt helyezném előtérbe, tehát az egyik gyakorlati haszna ennek a tevékenységnek maga a kulturális örökség védelme, illetve hát a megismerése, mert szoktuk mondani, hogy tiszteljük eleink hagyatékát, de tisztelni csak úgy lehet valamit, hogyha megismerjük. És ezek az emberek sokszor még a régészek is fölnéznek némelyikükre, hogy milyen elképesztő sokrétű tudásuk van, mondjuk egy-egy adott szűkebb terület, mondjuk a római kor pénzei, vagy a középkori pénzek szintjén. És azért is merek erről a Csákberényi kutatásunkról is ilyen nyíltan beszélni, mert a társadalmi szerepvállalásnak egy nagyon pozitív példáját látjuk Csákberényben, hogy ezeknek a területeknek a tulajdonosai és a polgármester úr is, tehát azt lehet mondani, hogy a helyi lakosok jelentős része is odafigyel ezeknek a lelőhelyeknek az épségére, és úgymond egyfajta jól felfogott közös érdek az, hogy védjük ezeket a lelőhelyeket, és ezért van meg az a bátorságunk, hogy merünk erről nyíltan beszélni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a lelőhelyek a közös megfigyelés, odafigyelés folytán biztonságban vannak. Mi volt egyébként a terepmunkának az eredménye? Ugye azt tudom, hogy az első pár órában ugye egy ilyen kis nagyon apró bécsi fillér, hogyha jól emlékszem, előkerült, meg egy csodálatos koraromai kori gyűrű, de mi az, ami még előkerült? Milyen jelentőség teljes leletek? Itt még az első leletek kapcsán annyit hozzáfűznék, hogy egyébként például ez a bécsi fillér is nem azért csodálatos találás, mert egyedi, hanem mert egy annyira apró kis pénzérméről van szó, ami egyébként 13.-14. században volt elterjedt, vagy terjedt el a Magyar Királyság nyugati részén. Tehát arról van szó, hogy elképesztően nehéz egy ilyen érmét megtalálni. Nem csak, hogy modern felszerelés, egy modern fémkereső készülék, vagy egy jó fémkereső készülék kell hozzá, hanem elképesztő tapasztalat és persze szerencse is. A másik, a gyűrű egyébként egy aranyozott ezüst római kori gyűrű, tehát önmagában is jelentős értéket képvisel, és kerültek elő egyébként párjai is, ha nem is ilyen értékesek, nem is ilyen szépek, de több római kori gyűrűt találtunk. Egyébként a római gyűrűviselettel kapcsolatban csak egy érdekesség, hogy a belső Újpercen sokszor nőiesnek tartották a gyűrűk hordását, ezért gyakran a középső vagy a felső Újpercen hordták a gyűrűket. Nem elképzelhetetlen, hogy ezért találunk a korszakból ennyi gyűrűt, mert így bizonyára könnyebb volt elveszíteni is ezeket. Igen. Aztán más
leleteink is voltak, amiket én még itt feltétlenül kiemelnék, ezek az úgynevezett fibulák, így nevezzük a ruhakapcsoló tűket. Ezeknek a viselete egészen a római korig, sőt még bizonyos tekintetben utána a népvándorlás korban is általánosan elterjedt volt az emberek körében. Ma már sokan nem is ismerjük ennek a szónak a jelentését. Találtunk gyakorlatilag a római kor majdnem minden időszakából találtunk ilyen fibulákat, megvannak a korai úgynevezett Norpannon szárnyas fibulák, ezeknek a neve a Noricum, illetve a Pannonia provinciákra utal. Pannoniát tudjuk, hogy ez itt a Dunántúli területet értjük alatt, a Noricum az a mai Ausztria területével azonosítható, tehát ezek benszülött kelta női viseletnek voltak a részei, és a bő felső ruházatot csatolták össze a kettő vállán a hölgyeknek. Aztán találtunk késő római ruhakapcsoló tűket is, innen a úgynevezett hagymagombos fibulát emelném ki, ez pedig egy katonai viseletként indult, a római katonai köpenyt fogta össze, és a veteránok révén elterjedt a polgári viseletben is, olyannyira, hogy a IV. Század vége felé, a 380-as években törvénnyel kellett betiltani a polgári lakosság körébe a fibulával összefogott katonai köppeny viselését. Ahhoz képest, hogy ugye beszéltünk arról, hogy egy meglehetősen bolygatott területről van szó, akkor szinte csoda, hogy ennyi mindent mégis rejtett a föld. Igen, ennek két magyarázata van. Itt két különböző típusú területről van szó. Az egyik jelenleg legelő, tehát ezt mondjuk földműveléssel nem bolygatják. Ezt korábban egy építési beruházás során bolygatták meg, de csak a felső 20-30 cm-t, egy tereprendezés zajlott a területen. Persze ez is be tud keverni, ha szabad így fogalmaznom, mert a megmozgatott föld félre tudja vezetni a régészt, hogyha pár száz méterrel odébb kerül az a föld, amiben már leletek vannak. De ezen a területen találtuk meg az első leleteket, itt forgatott a Fehérvár tévéstábja is, és akkor van ott egy vízfolyás, aminek a túlpartján nem messze egy szántóföldi művelés alatt álló terület van. Ott helyezkedik el egyébként az általunk kutatott római épületegyüttes is, és onnan jött elő az előbb említett fibuláknak és a gyűrűknek is nagy része, illetve számtalan római kori érme. Ezek közül egyet emelnék ki mindenképpen, ez egy úgynevezett szesztercius, ez tényleg öröm kézbe venni, mert az ember, tehát ez egy vastag és nagyméretű bronzérme, és rendesen, amikor az ember kezében súlya van, súlya ugye? Van, igen. Mi lesz a folytatás? Van még a területen bőven kutatnivaló, tehát ezekkel a módszerekkel is, terepbejárással és fémkeresővel is messze nem jártuk be az összes területet, és több kérdőjel is maradt számunkra. Már amit felvezettem, abból is látszik például, hogy ez a római épületegyüttes területéről úgy tűnik, hogy az egész római kor lefedően kerültek elő leletek, mégis annyi viszontagság érte a római kor alatt részben barbár betörések miatt a provinciát, hogy azt gondoljuk, hogy azért nem lehet ilyen szerencsénk, hogy tényleg a első századtól a negyedik századig használt településről van szó, tehát én azt gondolom, hogy itt még kell és lehet is pontosítani. Szükség lenne a területen talajradaros vagy magnetométeres kutatásra, nevezzük ezt geofizikának. Ez azért jó, mert még pontosabban mutatja meg nekünk, hogy milyen falmaradványok húzódnak, illetve merre húzódnak ezek a falmaradványok a föld alatt. Kirajzolja az épületeknek a formáját, sőt akár az egyes helyiségeket is láthatjuk így az épületekbe. Ezek azért jó módszerek, mert nem romboló módszerek a régészetben, tehát nem szükséges hozzájuk régészeti feltárás, és sokkal olcsóbbak is, mint egy régészeti ásatás. És az utolsó pedig ez a bizonyos régészeti ásatás lesz, hogyha eljutunk majd, és úgy látjuk, hogy érdemes megkutatni, akkor mindenképpen ásatással is érdemes lesz vizsgálni ezt a területet. Az eddig feltárt leletek
ezeket alapos tudományos feldolgozás alávetjük, ebből mindenképpen születni fog tudományos publikáció, és majd meglátjuk még, vagy kiállítás, vagy előadás, vagy kiállítás és előadás formájában, de valamilyen úton, módon mindenképpen a nagy közönség elé is tárjuk, amit ott az önkéntesekkel együtt megmentettünk. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok ehhez a munkához. Köszönjük szépen. Mi pedig majd beszámolunk folyamatosan az aktuális helyzetről, eredményekről. Maradjanak velünk, hiszen két témával folytatódik még a mai Paletta Kulturális Magazin. A Szent Sebestyén templomban Leon Cavallo Requiem című művét adta elő az Alba Régia Szimfonikus Zenekar János Ács vezényletével. A Szent Sebestyén templomban az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Halottak napi hangversenyén a kibővített Ars Oratorica kamarakórussal, Szümegi Eszterrel, Fekete Attillával, Hajas Zsolttal és Ács Józseffel az általa felfedezett, rekonstruált és szimfonikus zenekarra áthangszerelt Leon Cavallo művet, a koncertpódiumok repertoárjáról eddig hiányzó Requiemet adta elő János Ács vezényletével. Nem csak a magam gondolatát mondom, hanem nemrégen Rajna Kabaivanszkával beszéltünk erről a művel, mivel az olaszországi ősbemutató most volt Pavarotti halálának az évfordulóján. Úgy érzem, hogy mondhatjuk nyugodtan, hogy az olasz zenetörténet egyik legnagyobb Messada Requiem egyéről van szó. Mint zenei anyag is, és a bátyám zseniális orkesztrációja által is egy olyan autentikus hitet árasztó és mindenben Leon Cavallót tanúsító műről van szó, ami megérdemli, hogy az egész világ megismerje. Az 1900-ban komponált gyászmisét első Umberto király emlékének dedikálta Leon Cavallo, bár leírások nem maradtak fent keletkezéséről, az első három hiánytalan tétel igazolhatóan teljes egészében az övé. A hangszerelő művész, aki az előadásokon a technikailag kifejezetten nehéz orgona szólalmokat is megszólaltatja, a dirigens testvérbátyja. A teljes mű József Ács éveken át tartó munkájának köszönhetően vált homogén egészé. Megkapta a szerződésre az olasz minisztertől az engedélyt, azaz, hogy felszólították, hogy írjon egy Requiemet, akkor ő ezt elképzelte, ezt a Requiemet, összeállította az összes tételt, de nekem az volt a feladatom, hogy ezeket megtaláljam, amiket az élete folyamán különböző operákba beletette ezeket az áriákat. Úgyhogy nem ő állította össze végül, és én állítottam össze ezeket az ő elképzelés alapján. Minden hang őtőle van, de hogy melyik tétel milyen szöveggel ment, azt nekem kellett kikeresni az életműből. Az olasz opera és énekkultúra egyik ikonikus operaénekese, a Kossuth Díjas Szümegi Eszter számára is egyedülálló lehetőség megszólaltatni Leon Cavallo dallamait. Nagyon meglepődtem, amikor először hallottam a felkérésről, hiszen eddig számomra ismeretlen volt Leon Cavallo, mint Requiem szerző. Hát természetesen énekeltem tőle operát, és nagyon nagy szeretettel mondtam igent, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon milyen ez a mű. Nagyon hasonló Leon Cavallónak a gondolkodásmódjához, tehát verista stílus jegyek vannak benne, nagyon szép zene és nagyon mély zene. Természetesen át a misének a
tételeit magában foglalja, Kyrie, Gloria, Santus, Benedictus, Agnus Dei, de benne van a Hosanna, Hostias, benne van Offertorio, Dies Irae természetesen, az ugye kötelező. És a Liberame tétel is, ugye, ami az utolsó, hogy szabad is meg Uram az örök haláltól, tehát benne van, és nagyon-nagyon érdekes mű. A zenértők szerint Verdi requiemje után a legjelentősebb olasz egyházzenei alkotás Leon Cavallo gyászmiséje, amely áradó dallamaival és megrázó erejével felejthetetlen élményben részesíti a hallgatót. Varázslatos hangulat hangolódása a karácsonyi ünnepekre, zenével karöltve ölt ünnepi hangulatot a város december 22-én Szekeres Adrien koncertjére kerül sor, melybe a fehérvári Kodály Zoltán általános iskola diákjai, kórusa is szerepet kapnak. Elcsendülnek majd a legismertebb dalai, de ezúttal, vagyis az adventi turnéja keretében igazi karácsonyi hangulatot varázsol Szekeres Adrien Székesfehérvárra december 22-én 19 órakor az Alba Régia sportcsarnokba. Az énekesnő először hozza el ünnepi dalait a városba. Szerintem az éneklés az hozzátartozik a karácsonyhoz, meg a karácsonyváráshoz, meg a zene, és hát lesznek tradicionális karácsonyi dalok, ugyanúgy, mint saját karácsonyi dalok, és lesznek olyan dalok is, amik az én nagy slágereim, lehet így fogalmazni, például, mint az Olyan, mint te, vagy a Híd a folyó című dal, vagy akár a Kikötők, amik nem karácsonyi dalok, de nagyon belepasszolnak ebbe a témakörbe, mert a szeretetről szólnak, szép érzésekről szólnak, olyan érzésekről, amiket talán a hétköznapokon nem tudunk egymásnak megfogalmazni, de a zene az elmond helyettünk ilyen üzeneteket, vagy ilyen érzéseket. Gyerekekkel volt-e már példa arra, hogy felléptél, és hogyha igen, akkor miért tartod fontosnak, hogy akár egy ilyen esetben, mint az adventi koncert, hogy megjelenjenek maguk a gyerekek? Mit jelképez az nekünk a színpad? Hát először is nagyon sokszor énekelek gyerekekkel, tehát ugye ehhez az adventi turnéhoz, a koncertekhez sokszor hozzátartozik az, hogy egy gyerekkórussal és rendszerint egy helyi gyerekkórussal kicsit együttműködünk és együtt gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy a karácsony egyébként is a gyerekekről szól. Tehát, hogy amikor nekem gyerekeim lettek, akkor teljesen megváltozott a karácsonyhoz való viszonyom, addig is nagyon szerettem, de hogy onnantól meg még inkább szép, és az egész család így működik. Most az unokahúgom a legkisebb, aki 5,5 éves, és hogy gyönyörű, meg nagyon jó, de mindenki azt nézi, hogy a pici mit szól hozzá, hogy a picinek mi van a szemében. Tehát, hogy ilyen formán azt gondolom, hogy a gyerekek azok nagyon-nagyon fontosak. Másrészt nagyon fontos azt gondolom beszélni arról, hogy a karácsony igenis a szeretetről szól, a szeretet ünnepéről szól, arról szól, hogy elmegyünk egymáshoz, pici ajándékkal, figyelmességgel gondolunk egymásra, leülünk együtt egy ebédre, vagy egy vacsorára, vagy csak éppen nálunk például mindig összejött a család a nagymamámnál, amíg élt, és azt én soha nem felejtem el, hogy igazából mi nem csináltunk ott semmit, de ott volt együtt a nagy család. Talán ehhez kapcsolódik, amikor azt említetted az imént, hogy a megnyugvásról, a nyugalomról is szólnak ezek a koncertek, amikor kézen fogja az édesanyja és a nagymama vagy a nagypapa a gyerekeket. Azért nagyon sok ilyet látsz, ilyenkor milyen érzés fog el téged ott fent a színpadon? Hát nagyon jó, és nagyon sokszor én meghatódom ettől az egész dologtól, mert hogy tulajdonképpen én ezért énekelek. Én ezért imádom ezt, amit csinálok, és gondolom azt, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert ezek nagyon-nagyon szép pillanatok. Ezek a pillanatok szerinte arra hívják fel a figyelmet, mennyire fontos az, hogy megálljunk, megnyugodjunk egy kicsit advent idején, és minél több időt töltsünk szeretteinkkel. Jártam a sziklás hegyeken. A székesfehérvári koncert egy igazi családi kikapcsolódás lehet, ahol kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak szívhez szóló ünnepi dallamot. A koncert különlegessége, hogy az énekesnő a székesfehérvári Kodály Zoltán iskola gyerekkorusával közösen is énekel majd a közönségnek. Ez egy
különféle műfajokból összeállított műsor, de a közös ebben a zene és a zene szeretete és általánosságban a szeretet, amit így karácsonyhoz egészen közel nagy szívvel és lélekkel fogunk majd megfogalmazni, megszólaltatni. Hát a felkészülés az pedig hát nem egy nehéz dolog, mert ezek a gyerekek nagyon tehetségesek. Énekzenei általános iskola tanulói, akik heti 4 énekórán és 2 kórus próbán tanulják a zene csinyát, binyát. Az énekesnő többször lép fel gyerekekkel együtt, mert szerinte ezek a fellépések még jobban megérintik a közönséget, mint hangzásban, dallamban és lélekben egyaránt, hiszen, mint mondja, a karácsony a gyerekeké és a gyermekekről szól. Kedves nézőink, Paletta a magazinnal legközelebb 1 hét múlva számítok a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!